Cagány Juditot a harmadik párbajban Galák Boton búcsúztatta, így Judit 1 millió forinttal távozott. Boton második ellenfele a rengeteg vetélkedőben megfordult, igen rutinos Vőfély Péter volt, és kettejük csatájából szintén Botont került ki győztesen. A harmadik párbajban Ország László az ellenfele, és óriási csatában 2-2-re áll a mérkőzés. Botonnak ez már a harmadik játéka, így 1 millió forintot már a Géniuszból is hazavihet.